Köszöntöm a háttérnézőit, lássuk, hogy mivel készültünk a mai adásban. Első vendégem dr. Völner Pál országgyűlési képviselő lesz, akivel aktuálpolitikai témákról fogunk szót ejteni. Ezt követően pedig az óraátállítás kapcsán fogunk beszélgetni arról, hogy vajon ez lesz-e az utolsó, illetve hogy hogyan készüljünk föl, és mennyire viselhet meg bennünket az alvás megváltozása, vagy éppen az alvás hiánya. Ezt követően pedig jó pár évre elhalkult az esztergomi bazilika orgonája, a karnaggyal, Kovács Péterrel fogunk arról beszélgetni, hogy addig mi történik, és mikor hallhatjuk ismét a bazilika orgonáját. Maradjanak velünk, már is kezdünk! Első témánk, közéletpolitika, vendégem dr. Völner Pál országgyűlési képviselő, üdvözlöm. Köszöntöm a nézőket. A héten volt egy sajtótájékoztató kedden, pontosabban az országgyűlés kedden szavazott arról a törvényjavaslatról, ami az áldozatok védelmén és az áldozatok pártján van. Ugye ebben az évben miniszterasszony is, Varga Judit miniszterasszony is úgynevezett áldozat évét hirdette meg, és ez a törvénycsomag is többek között ehhez kapcsolódik, hogy pontosan miért és mire vonatkozó, ezt már mindjárt kifejtjük, de mi volt ez a törvényjavaslat, amit elfogadtak? Lényegében az áldozatsegítési éve van 2020-ban, az áldozatsegítő központok az igazságügyi minisztériumhoz tartoznak, de ez a büntető törvénykönyv szigorítása, aminek az elfogadása történt, egy sajnálatos decemberi esethez tartozik, amikor ezek a győri gyermekgyilkosságok történtek. Ott egy feltétes szabadságra bocsátott el követő, aki korábban a gyerekek édesanyját bántalmazta. Ugye korábban szabadult a büntetés végrehajtási intézetből, és ez alatt az időtartam alatt követte el ezt a bűncselekményt. És ez egy erős társadalmi elvárás volt, és egy szakmai egyeztetés sorozat után az a döntés született, hogy a büntető törvénykönyvet szigorítani kell. És akik a hozzátartozik sérelmére ezeket a súlyos bűncselekményeket elkövetik a jövőben, azoknál tilos lesz ezt a feltételes szabadságra bocsátást alkalmazni, tehát nekik le kell tölteniük a teljes büntetési időt. Akiknél különös méltánylást érdemlő okok állnak fent, és 8 évnél nem súlyosabb a büntetési tétel, amivel fenyegetik őket, ott a bíróságnak egyedi mérlegelési joga lesz, de ilyen esetekben is kötelező a pártfogó felügyelet elrendelése és a távoltartás intézményének az elrendelése, ami nyomkövetővel, tehát technikai eszközzel folyamatosan ellenőrzésre is kerül. Azért volt erre szükség, hogy ebbe az időszakban is védettek legyenek ugye az áldozatok, a másik pedig, hogy talán az elkövetők is, ha tudják, hogy ennyire súlyos következményekkel számolhatnak, talán ezeknek a hozzátartozói konfliktusoknak a során is ott mocoroghat talán a gondolataik között, főleg a visszaesőségnél, hogy nagyon súlyos következményekkel járhat ez rájuk nézve. És ami még kiemelendő, hogy természetesen a gyámhatóság, az ügyészség, a büntetés végrehajtási intézet, a bíróság együttműködését is, amilyen szinten lehetett, finomítottuk és összehangoltuk. Emellett pszichiátriai kezelések elrendelhetők, vagy akár kényszergyógykezelések is, tehát kibővült az az eszköztár, amivel elejét lehet venni annak, hogy ezek az esetek nagyobb számba forduljanak elő. Természetesen teljesen kizárni nem lehet, hiszen pszichopatáknál nem lehet kiszámítani, hogy éppenséggel egy ilyen magányos elkövetőként, vagy egy hirtelen felindulásból valamit elkövetnek, de reméljük, hogy ezzel sikerül visszaszorítani ezeket a bűncselekményeket. Ennek a törvénynek az érvénybe lépéséig van valami átfutási idő, vagy ez már azonnali? De gyakorlatilag január 1-től, hiszen a jogalkalmazó szervezeteknek is fel kell készülni erre az időszakra, és a törvényeknél is van egy hatályba léptetési idő, amennyi idő alatt ugye alkalmazkodni kell mindenkinek ezekhez a új feltételekhez. Én nagyon remélem, hogy már az átmeneti időszakban is kellő visszatartó erővel bír ennek a szabályozásnak a szigorítása. Aztán egy picit a parlamenti eseményekre is áttérünk, de akkor egy gyors kérdés ezzel kapcsolatban, az most nincs előttem pontosan információ, ez egyhangulag ment, tehát vagy voltak? Ezt egyhangulag sikerült, tehát a parlamenti vitában is meg is köszöntem a frakcióknak, hogy egyhangulag megígérték a támogatásokat és be is tartották. Már érdekesség, aznap volt még egy előterjesztés, ez a hitelmoratórium, törlesztési moratóriumnak a meghosszabbításáról szólt, ami januártól július 1-ig szól. Ott is vannak olyan ügyek, amikor a parlamenti pártok felül tudnak
emelkedni, ami néha egyébként érthetetlen napi cívódásaikon, vagy éppenséggel a csorgásaikon. Hát igen, majd erős beszélgetünk ezekről a különleges esetekről mindjárt, de egy picit még térjünk rá, a moratórium is ide tartozik a vírushelyzettel kapcsolatban. Folyamatosan nyilván napirenden van az ezzel kapcsolatos döntések, támogatások. Mit mondhatunk el általánosságban? Hogy állunk most a védekezésben itthon? Az látható, hogy az egészség és az életvédelme az elsődleges továbbra, és ezt elmondhatjuk. Ugyanakkor, ha Európát nézzük, azt is láthatjuk, hogy maga a járvány második hullám egy sokkal drasztikusabb, nagyobb emelkedést produkált. Itt az Unión, Európán belül körülbelül az utolsó harmadba szerepelünk, tehát a mutatóinkat tekintve, de ezek is lényegesen súlyosabbak, mint a tavaszi időszakban voltak. Az is látható, hogy még terjed a járvány, tehát még nem értük el a csúcspontot, és ezzel még egy darabig együtt kell élnünk, azért is kiemelten fontos, hogy mindenki a védőszabályokat, a maszk használatot, kézfertőtlenítést, tehát amit lehet, a mozgás korlátozását maximálisan tartsa be, és próbálja meg ez szerint élni az életét. De ugyanakkor az is látszik, hogy emellett a gazdaság fenntartása, a munkahelyek védelme, az majdnem ugyanilyen fontos, és ebbe a kormányzat jelentős erőfeszítéseket tett, munkahelyteremtő támogatások a cégeknek, munkabértámogatások, akkor azoknak a szektoroknak a támogatása, akik mondjuk nem a közszférában vannak, hiszen egy tanárnak hál' Istennek ugyanannyi a fizetése ilyenkor is. Vagy láthattuk az orvosok béremelésének az elfogadását, ami 100%-kal emeli meg egy programnak során az egészségügyi orvosokban dolgozó orvosoknak a bérét. Tehát ez mind-mind abba az irányba mutat, hogy próbáljuk minimalizálni a veszteségeket és az ország működőképességét fenntartani. Orvosoknál, ugye itt a kórházi orvosokról beszélünk, a házi orvosoknak a témája ez egy külön történet, de a kormány az már ezen is dolgozik, hogy az ő helyzetük az hogyan kerül a jövőben rendezésre. És mindenki azt kérdezi, hogy ugye nyilván az ellenzék megpróbálja támadni az intézkedéseket, de azt látni, hogy a kormány mégis ezen nehéz helyzet ellenére is van olyan gazdasági helyzetben, hogy ezeket a csomagokat és ezeket akár ugye itt a járvány időszak alatt is bevezetett fizetésemeléseket az orvosok tekintetében meg tudja lépni. Ez kell egyfajta anyagi biztonság. Hát, amiről korábban beszéltünk, egyébként a szakápolóknak is, a szakdolgozóknak, egészségügyi szakdolgozóknak is fut egy 72%-os béremelési programja, tehát az is egy alaptalan vád, amit az ellenzék hangoztat, hogy mi lesz velük. Nyilván soha nem lehet elegendőt adni, vagy túl sokat, de van egy olyan program, ami az ő bérrendezésüket is szolgálja. És hát az is látszik, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni, és a 2010-es helyzethez viszonyítva mondjuk, vagy a 2009-eshez képest, hál' Istennek az elmúlt 10 évben a magyar emberek munkája olyan gazdasági növekedést tudott eredményezni, olyan gazdasági stabilitást adott, akár a költségvetés helyzeténél fogva, vagy az államadósság csökkentésére itt utalhatnék, hogy most sokkal stabilabb állapotba ér bennünket ez a válság. És látszik, hogy az emberek egészségének a védelme, vagy éppen a gazdaság, a munkahelyek védelme, az gyakorlatilag nem pénzkérdés a költségvetés oldaláról. Hihetetlen erőfeszítéseket tettünk, és ezeket folytatni is fogjuk. Aztán, ahogy említettem, az országgyűlés ugye pedig dolgozik minden héten, az ellenzék pedig produkál minden héten egyfajta újdonságot, bár a Jakab Pétertől nem tudom, mennyire volt újdonság az a fajta akció, amit ugye bemutatott a parlamentben, miután ugye felszólalt és megpróbált egy zsák krumplit odavinni a miniszterelnökhöz, ezt több képviselőtárs akadályozta meg, házelnök úr is ott volt. Ez a fajta viselkedés a múlt tükrében, hogy tudjuk, hogy miket tettek, ez már normálisnak számít, vagy ezen azért még erősen el kéne gondolkodni, hogy ez hogy és milyen módon történhet meg az országgyűlés a parlament épületében? Nem, ezek súlyos provokációk, tehát arról szólnak, hogy egy ukrán parlamenthez hasonló tömegverekedés kiprovokálása, vagy bármi olyan dolog történjen, amivel be lehetne a nemzetközi sajtóba kerülni, le lehetne a parlament tekintélyét járatni. Hál' Istennek azt látom, hogy a kormánypártok nem partnerek ebben a dologban. Itt is gyakorlatilag parlamenti keretek között szedíden sikerült lebeszélni
az illetőt arról, hogy ezt a cselekményt végigvigye. Ugyanakkor ezek súlyosan házszabálysértő cselekmények is. Nyilván meg lesz ennek a maga szankciója, nyilván elmegy majd vele Strasbourgba, Jakabur, és előadja az áldozatot, akivel itt galád módon korlátozták a jogait. De ugyanakkor rávilágít arra is ez a fajta tevékenység, hogy az ellenzéknek nincs érdemi mondani valója. Tehát itt a súlyos vírushelyzet járvány idején is nem elég, hogy nem segítették a kormánypártok munkáját, hanem még akadályozták is. Gondoljunk arra, amikor tavasszal a kormánynak kellett egy törvényben, a koronavírus törvényben biztosítani a jogköröket, hogy gyorsan és operatív módon tudjon védekezni, nem szavazták meg. Tehát gyakorlatilag, sőt az sem, hogy erről hamar dönthessünk, azt sem szavazták meg. És most is látható, hogy két baj lehet egy kormány intézkedésénél, hogy vagy sok, vagy kevés, vagy egyszerre mind a kettő, de semmiképp se jó. Tehát érdemi vitát, érdemi támogató vagy jobbító szándékú hozzászólást nem lehet tapasztalni a részükről. Most éppen a krumplival jöttek, hát éppen valóban az a kérdés, amit a miniszterelnök úr is feltett ennek kapcsán, hogy vajon a krumplit kifizették-e, mert hogy a varrónőket nem fizették ki, mint a szerencsi kampányban kiderült, hogy olyan jelölteket indítanak, akik morálisan, vagy akár a hatházi feljelentésére gondolok, akár büntetőjogilag is teljesen vállalhatatlanok. Hát aztán nyilván ennek még nyilván nem lesz vége, tehát ahogy nyilván a 22-es választások közelednek, akkor lehet, hogy még több ilyen akció lesz, és ennek tudatossága pedig sajnos ezek cselekmények mögött látszódik. De menjünk tovább egy picit, közelebb jövünk ide a térségbe. A napokban jött ki a hír, és az RTV stáb is ott volt, hogy egy újfajta kerékpár út szakaszt tesztelnek, méghozzá egy olyan speciális anyagot kevernek az aszfaltba, ami nappal megszívja magát, és foszforeszkál, tehát éjszaka több órán keresztül világít, és mutatja az utat, hogy ez merre van. Európában egy-két helyen már azért ilyet lehet látni. Itthon ezt most itt Esztergomnál tesztelik, az Esztergomi Euróvelo 6-os szakaszon. Hát itt nem tekintjük kísérleti nyúlnak magunkat, nagyon örülünk, hogy egy pilot program keretében itt lesz először ilyen szakasz. Én azt hiszem, hogy a közlekedés biztonság szempontjából is kiemelkedő, hiszen ezt a fajta burkolatfestést aztán a közutakon is lehet alkalmazni. Az is látszik, hogy a kerékpárosok is sokkal biztonságosabban tudnak a sötétben közlekedni, jobban látják, hogy mi az a sáv, ami ki van nekik jelölve. De szerintem az autósok is jobban tudják őket észlelni, ahogy egy ilyen világító felületen valami mozog. Tehát én abba bízom, hogy ennek akár a baleseti statisztikákra is nagyon pozitív hatása lesz, és hogy gyorsan el fog majd terjedni országszerte. Aztán újabb átadások és fejlesztések, erről is szoktunk beszélgetni. Most Bajnai Szomor volt az elmúlt héten, akik napirenden voltak, és nagyon sok minden történt, mert útátadás, óvoda energetikai fejlesztés is volt, és egyfajta identitás pályázat keretében is a Bajnai Közösségi Ház kapott, azt hiszem, több mindent is. Egy picit erről beszéljünk. Hát szerencsére nagyon jól szerepelnek a választókerület települései a különböző pályázatokon. Ezeknek a felsoroltaknak a része az ugye a falu programban jelent meg, de ugyanígy a területfejlesztési operatív programban is sikeres volt például az óvoda felújítási pályázat, ami az energetikai korszerűsítést szolgálta, de mondhatnám ugyanígy, már nem klasszikus átadunk, a Tokodaltáron találkozhattunk, hogy a kormányablakbusz is elkezdte a működését a járásban, ami azt jelenti, hogy nem kell beutazni a kormányablakokhoz a kis településeken élőknek. Ugye útszakaszt adhattunk át Szomoron, úgyhogy a polgármester megjegyezte, hogy még van egy 200 méteres szakasz a faluban, ami nem szilárd burkolatú. Ez egy nagyon jó mutató egyébként egy ekkora településnél. Én nagyon remélem, hogy rövidesen az is meg fog majd oldódni, de több település is van, tehát nyilván, igen, hogy a sort mindenkinek sajnos ki kell várni, mert korlátlan források azért nincsenek. Ugyanígy orvosi műszereket adtak át, vagy egy úgynevezett ilyen babát, amin gyakorolni lehet, képezni lehet akár a gyerekeket az első segélynyújtásra, újjáélesztő készüléket, tehát mind-mind olyan fontos és szükséges egészségügyi eszközöket, amelyek kellenek, hogy Bajnán ugye az identitáspályázat keretében a közösségi összejöveteleket szolgáló felszereléseket, székek, asztalok és többek között átadásra kerültek. Ezek mind-mind szükségesek ahhoz, hogy mindenkinek ugyanazok a szolgáltatások meg legyenek a maga kis településén, mint hogyha a városba élne. És igazából a nagyobb dolgokért, mondjuk, hogyha
Esztergomban mondjuk lesz állandó színház, vagy a Várszínház, hogy azok legyenek azok a vonzerők, amelyeket a város nyújtani tud, de egyébként ne kell messzire távozni senkinek ahhoz, hogy ezeket a komfortfokozatot, identitást erősítő szolgáltatásokkal, létesítményekkel találkozhassanak. Mára egyelőre ennyit, aztán majd természetesen folytatjuk. Köszönöm, hogy itt volt velünk a stúdióban. Köszönöm a lehetőséget. Önök pedig maradjanak velünk, hiszen vasárnap ismét átállítjuk az órát. Most ugyan egy órával többet aludhattunk, de ennek is lehetnek következményei, hogy mik és hogyan hat ránk ez a mindennapokban. Ezzel kapcsolatban folytatjuk egy alvás szakértővel. Nyakunkon az óra átállítás, ugye vasárnap hajnalban egy órával vissza kell állítani az órát, tehát tulajdonképpen most egy órával többet aludhatunk. Az óra átállítás már régóta foglalkoztatja a szakembereket és a politikusokat is. Jelenleg úgy néz ki, hogy ez lesz az utolsó óra átállítás, de ezzel kapcsolatban azért még sok a kérdés, mindezekről szót tejtünk majd. Itt a doktor úrral üdvözlöm, aki ugye alvás szakértő. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy itt van velünk. No, hát az óra átállítás az mindig egy picit olyan görcsös időszak az embereknek, jól mondom? Így van, hiszen a reggeli rutin megtörik, és általában ez a problémás. Van, aki ugye azt panaszolja, hogy már nagyon korán sötétedik, és mennyivel jobb úgy hazamenni, hogy még világos van. De azért a reggeli ébredés az a kulcspont, hiszen hogyha egy órával rövidebb van, a rövidebb alvási időnk van, az kellemetlenül érzi főleg a baboly típusúakat, és amikor egy órával még tovább lehet aludni, hogy jaj, de jó, hogy az azért mindenkinek kellemes, és még egy órát lehet lustálkodni, ez mindenkinek kell, jól esik, de cserébe jön a délutáni sötét. Igen, talán a mostani óra átállítást úgymond kicsit jobban szeretjük, mert tulajdonképpen egy órával hosszabb lesz ugye a lehetőségünk arra, hogy pihenjünk. Ez pontosan, tulajdonképpen akik hangosan tiltakoznak az óraátállítás, hogy legyen ez egy egységes, azok általában a bagoly típusúak. És főleg a téliről a nyárira való átállításra, amikor egy órával hamarabb kell kelni. Tehát aki később szokott elaludni, éjjelezik, internetezik, olyan a munkája, vagy olyan a szokásrendszere, hogy éjfél után kerül az ágyba, azt megviseli, hogyha nem aludhat 6 órát, csak 5-öt, vagy 4-et, vagy 3-at. És az természetesen nem szereti ezt, ő azt szereti, hogy ha alszik mondjuk 6 órát, ezt most visszakapja, most nem szoktak olyan hangosan zúgolódni a bagyó, bagoly típusúak, hogy jaj, a fene gyereg, egy órával többet alszunk. A pacsirta típusúak, akik korán kelnek, korán fekszenek, őket meg semmi nem zavarja, mert őket úgy senki nem érdekli. Amúgy különben minden ember, aki bagoly volt, fiatal korában mindenki szeret sokáig fent lenni, öreg korára minden bagoly pacsirtásodik, tehát azért mindenki szeret egy idő után hamarabb feküdni, hamarabb kelni, ez már az öregedésből fakadó szokásrendszer. Tehát főleg a fiatalokat, akik sokat vannak, azokat viseli meg. Orvosi szempontból a belső óránk az egy órás időt eltolódás, azt körülbelül 2 nap alatt, 1 nap alatt adaptálja. Tehát ez pontja, mint ha elrepülnénk Londonba, vagy átmennénk a határ túloldalán Erdélybe, akkor bizony ott is ez van, de ott nem szoktak zúgolódni, hogy hú, Londonba megyünk, és milyen rossz nekünk, vagy Erdélyben más az órót legfeljebb, az ember elássa meg, és elfelejti ezt, és akkor nagy bajban van, mert hú, fenegye meg, itt egy egész más óra van. De összességében valójában nagyon gyorsan átáll a szervezetünk. Mi lesz most? Nyilván a szakembereket is megkérdezik, meg egy politikai, gazdasági döntés is, de most már ugye 1-2 éve halljuk, hogy az Unió egységesítés megszünteti eltörni az óra átállítást. Sokan azt mondják, hogy ez lesz az utolsó átállítás, azaz a téli időszámítás szerint fogunk ezentúl élni. Ennek nyilván megvannak az előnyei, hátrányai. A szakemberek talán önök jobban javasolják, hogy a természetes idő ugye ez volt, a téli időszámítás, de ugye sokan majd hiányolni fogják a nyári idő számítást, amikor még nyáron is a megszokottnál hamarabb lesz majd sötét. Ugye a korom miatt én is az életem nagy részét abban töltöttem, hogy nem voltak óraátállítások és téli időszakban. Tehát az én számomra az egy kellemes visszatérés, hogy ilyen az idő reggel, ilyen az idő este. Nyilván akinek egy lehetősége volt ezt egy pici változtatni és megélni azt, hogy nyáron
mondjuk még fél tízkor is majd, hogy nem világos van, azért az tényleg kellemes, végül is nem tudok erre rosszat mondani, de azt tudom, hogy a munkamban menetel, az iskolába indulás idején azért jó, ha már világos van, és nem sötétbe kell indulni. Én ezt pontosan nem tartom, de pszichés ez valójában, mert hát sok országban mennek sötétbe. Arról nem is beszélve, hogy mi ennek az időzónának a keleti utolsó határán vagyunk. Portugália ugyanúgy ebben az időzónában van, és ott már egészen mások a ébredés és fényviszonyok reggel, tehát gyakorlatilag ugyanabban az időzónában megteremtődik ez az egy órás ide-oda tolódás. Ő náluk már azért sokkal kétségesebb, mint hogy nálunk is a szélső teremen azért jóval később sötétedik, és jóval hamarabb sötétedik, tehát összességében véve én úgy gondolom, az emberek megosztanak, szerint, hogy hány évesek, szerint, hogy mikor mennek dolgozni, és milyen a vágyképletük a hazamenetekre. Ez szerint ide-oda szavaznak. Én úgy gondolom, hogy a nappal részét, az aktivitás részét azért jó világosban tenni. Ez egy természetes igénye az emberi szervezetnek, ehhez adaptálódik a belső óránk a fény sötét forgásához, csak a ferde tengelyállás miatt, hogy ilyenkor nagyon lerövidül a világos órák száma, de próbáljuk meg azt az aktivitást tetejére tenni. Amikor az ember hazamegy, akkor már inkább felgyújtja a villany. De attól is függ, hogy mennyire megvilágított a lakása vagy a háza. Végül is az embereknek az fel se tűnik, ugye szoktunk beszélni mindig a fény szennyezettségről, hogy nem tudunk sötétben aludni. Én pont az ellenkezőjére hívnám fel a figyelmet, hogy munka közben valójában egy súlyos fényszegény állapotban vagyunk. Ugye senki sem dolgozik kint a napfényen. Az emberek zárt irodákban, úgy gyengén megvilágított szobákban dolgoznak, és nem is látják a napfényt. Tehát ez legalább annyira fontos probléma, mint az óra ide átállódás, de ezt azért is, ezt is jól tolerálják az emberek. Mégis ugye azért egy tartós sötétség azért mindenképpen hangulatot befolyásoló tényező, és hát nem tudunk ettől mi sem szabadulni, ez téli időszakban ráül a hangulatra, és beszél ugye a skandináv népekről. Igen. Egy picit még itt a végén arról, hogy az alvás szokások, ugye itt is mondtuk, az óra átállítástól függetlenül mindenkinél mások. Mi egy egészséges felnőtt embernek az alvás igénye, és mi van akkor, hogyha valaki már hosszú ideje alvás problémákkal küzd, és mikor lehet azt már tényleg magunknak is diagnosztizálni, hogy valóban szükségünk lenne szakember segítségére? Hát egy felnőtt embernek 7 óra, 7 és fél, 7 óra az alvás igénye, ezt az emberek depriválják, csökkentik. Már gyerekkortól. Mik ezek a depriváló tényezők, vagy alvás csökkentő tényezők? Ugye már Edison elkezdte ezt az izzólámpával, ugye az emberiség másfél órával aludt kevesebbet, miután megvilágították a szobákat és a lakásokat. Aztán jött kegyelemgyötésre a tévé, majd utána jött az internet, és most a végső halálos sebzés az, hogy a gyerekek kezében ott van a mobiltelefonban a komputer, és beviszik magukkal az ágyba. Ez olyannyira lecsökkentette az alvás igényt, hogy tavalytól Amerikában egy fél órával odébb tolták az iskola kezdetet, tehát nem a lefekvést forszírozták, mert rájöttek, hogy tehetetlenek, és nem tudnak mit kezdeni az internet és a kézben lévő mobiltelefonok, a csevegés és a mit tudom én, milyen gondokat fog majd ez magával vonni, amelyet a felnőttek végül is már nem is tudnak nyomon követni. De az biztos, hogy az alvás első harmadában megjelenő lassú hullámú alvás az rendkívül fontos a gyermekfejlődése szempontjából, mert akkor termeljük a növekedési hormont, amely számukra alapvető fontosságú. És azt valaki elmobiltelefonozza, és mondjuk fél kettőkor alszik el, akkor ez mindenképpen egy egészségi károsodást szenved el, csak ezt úgy nem érdekes, ez felülírja a mobiltelefon varázsa. Összességében véve, tehát az emberiség alvás ideje egyre jobban csökken és csökken, egy nagyobb ütemben csökken, mint amennyire genetikailag vagy biológiailag utána tudunk ennek menni, aminek nappali következményei lesznek. Tehát például a meglassulunk, a koncentráló képességünk, a fegyelmezettségünk, a tanuló képességünk, a munkaképességünk is csökken, és ennek ez az ára szétszórtak leszünk, és a döntéshozatalakban, hogy meglassulunk, bonyolult helyzetek átlátó képessége lecsökken. A homlok leben működésének a zavarát idézi elő az alvás megvonás, és ez, ha azt érzem, válaszolva a kérdés második felé, hogy mikor van az én alvásommal baj, mikor vagyok beteg, hogyha ezt nem akar meggyógyulni, ha nem tudok elaludni
legalább egy fél órát este lefelteszem a fejem, és most már aludni szeretnék, és nem alszom el egy fél órán belül, az kóros. Hogyha ez egy hónapon túl így van, és már elkezdek tőle félni, hogy nem fog tudni elaludni, vagy ha éjjel felébredek, és nem tudok visszaaludni fél órán belül, akkor, és ez is egy hónapnál hosszan ideig tart, akkor ez egy krónikus állapot, akkor ez már betegség, és hát keressük a megoldását, hogy ez sikerüljön, hogy tűnjön meg a félelmem attól, hogy nem tudok elaludni, mert akkor már egész nap arra fog gondolni, hogy jaj, mi lesz a este. Igen. És végül egy utolsó kérdés. Ha én éjfélkor fekszem le, és 7 órakor kelek föl, vagy 10 órakor fekszem le, és ugye úgy számolom ki, a 7 órát kelek föl, a között van különbség? Még az éjfél és a 10 óra között nincsen, mert a mély alvás, van egy belső óránk a látóidő kereszteződés alatt, az teljesen tisztában van, mennyi az idő. Függetlenül attól, hogy levisznek minket egy barlangba, vagy bezárnak minket egy szobába, ahol nem tudjuk, hogy milyen időnk van, a belső óránk ezt a ritmus tartja. Egy picit megnyúlik, nem 24 órás lesz, hanem 24 és fél, de ő diktál. És ő diktál, és amikor azt mondja, hogy most jó lenne beinteni az alvás programot, és ő az alvás első harmadában nyomja, parancsolja az agyunknak, ezt a bizonyos lassú hullámú mély alvást, ahol megújítjuk a homloklebenyt, ahol hormonokat termelünk, például a növekedési hormon. Ha 3 órakor alszunk el éjjel, akkor nem tudjuk ezt megélni, ez ki fog maradni, mert ő ébreszt minket majd 7 órakor, hiszen mi egy csorda részei vagyunk, mint prédaállat, és a csorda fel fog kelni, hogy kell a nap, a csorda elindul. És nincsenek tekintettel arra, hogy valaki éjjel 3-4 dolgozott, annak mennie kell, tehát egy gnú sem szokott ott maradni, már nem láttam még soha a szeringeti cseppén a gnúkat, de nyilván nem maradott 3-4, aki bocsika, én még álmos vagyok, én még aludt. Tehát egyszerűen a belső óránk leállítja a programot, és ott egy mély alvás osztott állapotba kerül. Tehát válaszolva a kérdésére, ha korábban alszom el, mint éjfél, vagy éjfél, akkor még meg tudom élni az alvásom során azt a lassú hullámú mély alvás mennyiséget, amelyre épp annyira szükségem van, mint a vízre vagy a levegőre. Ez egy alapvető, fundamentális igény, hogyha valakinek nem engedem, hogy aludjon, a következő nap az alvásában meg fog jelenni az előző napi és az aznapi igény. Tehát ez egy exponenciális függvényt követve egyre több és több lassú hullámú mély alvás lesz, hogyha valakit 4 napig nem engedek, szinte csak ilyen mély alvása lesz. És hogyha valakit mondjuk 10 napig nem engedek, vagy 11, akkor meghal az ember. Tehát ilyen 11 nap a csúcs, amit Jézus. Kontrollált körülmények között ébren tudott tartani egy amerikai középhalás. Oh, na, hát idáig ne jussunk el. Doktor úr, nagyon szépen köszönöm, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő az óraátállítással kapcsolatban, hogy ez volt a kiinduló témánk, de ez nagyon érdekes ez az alvás dolog. Szerintem fogunk még találkozni és beszélni is. Minden jót, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm, minden jót kívánok. Évekig elhalkul a főszékes egyházunk orgonája, de természetesen a megújulást, a megújítást követően ismételten hallhatjuk majd. És arról is beszélgettünk, nem biztos, hogy sokan tudják, hogy a jelenlegi orgona még nincs is teljesen befejezve. A karnagyurat, Kovács Pétert köszöntöm, orgonaművész itt nálunk, a főszékes egyház karnagyát. Péter, örülök, hogy itt vagy. Egy nagyon nagy történelmi dolog zajlik éppen felújítást tekintve a bazilikában. Ennek nyilván egyik fő része lesz majd az orgona körüli megújulás is, és talán be is fejezik az orgonát? Köszöntelek, Norbi, köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves nézőket. A nagyszabású terveknek nézünk elébe, ugye most a főszékes egyház teljes mértékben meg fog újulni, ez több éves folyamat lesz, és hát ennek keretében nyilván tálcán kínálkozik az alkalom, hogy végre a hangszert is sikerüljön pontra tenni, ugyanis ez egy 1975-ben, tehát 45 éve kezdődött hosszú folyamat, ami még mindig nem ért véget. És ugye, ha már azt nézzük, ezt tőled tanultunk, helyesen segítettél nekünk, hogy a hatalmas orgonát, ugye nevezhetjük tényleg gigantikus orgonának, nem centiméterekben vagy méterekben mérik, hanem egy másik fajta kifejezés van erre, és ha ezt nézzük, amúgy is a méreteit tekintve a mi orgonánk, a Főszékes Egyházban található orgona talán Közép-Európa vagy Európa egyik legnagyobbjai között van. Relatíve nagy a hangszer, 77 hangzóregisztere van, sípszámot pontosat nem tudok, olyan 5000 környéki, de hát nyilván egy orgona esztétikai minőségét nem a sípok mennyisége, illetve mérete határozza meg, lévén, hogy egy hangszerről van szó. Ez az orgona
hazánkban az egyik legnagyobb, nem a legnagyobb, van nyilván ennél nagyobb hangszer is. Uh-huh. Most, hogy nyilván nem ez befolyásolja. Volt egy koncert, térjünk rá erre, egy úgymond búcsú koncert egy időre csak. Ez mennyire volt egy kicsit olyan érzelmes pillanat számodra? Hát mindenképpen érzelmes pillanat volt, ugyanis, hogyha a hangszertől meg kell most válnunk egy meghatározhatatlan, egyelőre még nem látott időtartamra, akkor hát nyilván hiányozni fog a szertartásokról, ugyanúgy, ahogy a hangverseny életből. Hogyan pótoljátok ezt? Hogyan pótoljátok? Hogy több elképzelés van, attól függ, hogy a porkoncentráció mennyire lesz nagy. Az elsődleges szempont az, ugye, hogy a nagy orgonát most megvédjük a káros behatásoktól. Első körben egy elektronikus, digitális hangszer kerül majd beszerelésre, de hát ennek még a pontos mikéntje nem teljesen körülhatárolt. Nagyjából a pozíció az ott lesz fönt az orgona mellett valahol? Vagy lehet, hogy le kell költözni? Elképzelhető, hogy le kell költözni. Uh-huh. Ezt majd még meglátjátok. Igen. Hogyan kell védeni egy ilyen hangszert, egy ilyen beavatkozást, hogy ezt már porkoncentrációt mondtad? Igen. Milyen speciális burkolást vagy védelmet kap majd ő? Hát lévén, hogy a templom nagyon nedves, tehát a páratartalom az gyakran eléri a 80-90%-ot, és akár hetekig, vagy egy-másfél hónapig is ebben a régióban marad. Ez nagyon ártalmas, ugye azt tudjuk, hogy 60% fölött minden penészedik zárt térben. Hát ennek megfelelően beburkolni a hangszert teljes mértékben hermetikusan nem lehet, illetve hát nyilván légkondicionálókra lenne szükség, de mivel a felület nagyon nagy a hangszer kiterjedése, tehát szélességre egy olyan 15 méter és magasságra is körülbelül ekkora, nagyon nehéz olyan klimatizációt installálni, ami egyenletesen védeni a hangszert. Volt egy olyan elképzelés, hogy esetleg falat húznának a karzat melvédjére, tehát a korláttól egészen a boltív tetejéig, egy ilyen 25-30 méter magasságba. Ennek is megvannak a nehézségei, ugyanis, hogyha az orgonához hozzá kell nyúlni, akár elszállítani bizonyos elemeket javításra, vagy felújítás kapcsán itt munkálatok lennének, akkor nem lehet hozzáférni a hangszerhez. Uh-huh. Szóval hát az ideális az lenne, hogyha a hangszer bontását akkor lehetne megkezdeni, amikor elkezdődnek ezek a nagy munkálatok, vagy hát közvetlenül előtte. Ha már itt tartunk, és ugye egyrésztről majd, ha le kell bontani bizonyos mértékben a hangszert is, majd amikor visszaépítik, ugye beszéltünk arra, hogy körülbelül jól tudom, hogy olyan 70-75%-osan készült el ez csak? Hát számszerűleg ezt nehéz meghatározni, nagyjából egy ilyen 110-120 regiszter környéke lenne az, ami a befejezett. Ezt akartam kérdezni, mennyi regiszterrel növekszik majd, mert most akkor mondtad, hogy 75-77 regiszter, uh-huh. Igen. Ez miben befolyásolna, miben lenne más ez az egész, hogyha most így laikusként kérdezem, észrevennénk benne valamit? Vagy mindenféleképpen csak a hangszínbeli gyarapodást uh-huh. jelentene a dolog. Vannak olyan hangszínek, amikben az orgona jelenleg szegényesebb. Ugye a háttere ennek a hangszernek az a régi Moser-féle orgona, ami 1856-ban a bazilika felszentelésekor már szólt, és hát ebből megmaradt egy ilyen 20 regiszter körülbelül, ami túlélte az idők viharait, és e köré épült az a modern hangszer, és hát hangi esztétikájában, amitől érdekes és számottevő ez a hangszer, nem csak itthon, talán egész Európában vagy világszinten, az az együtt fejlődött állapota. Az mit jelent? Mert ugye ennek, amikor én téged láttanak játszani, volt szerencsém ott fönt, laikusként megint csak van egy része, ami már erre gondolt, egy elektronikus is, meg van a régi tradíció, amit mondtál, tehát a régebbi hangszer elemei is ötvöződnek a modernnel? Igen, így, pontosan, ahogy mondod, vannak újabb regiszterek, amik már a 75-től tartó felújítás kapcsán kerültek be a hangszerbe. És hát ezekkel együtt képez egy olyan hangi összeérettséget, egy olyan szintézist a régi hangszínekkel, ami egyedülálló. Általában a régi regiszterek hangja egy újabb hangi esztétikával nem szokott összejönni, de hát itt nagyon szerencsésen keveredik. Talán emiatt a 14 másodpercnyi vízhang miatt is, ami a nagy kupola által adódik. Igen, és végül, de nem utolsó sorban a koncertekre, mert számos különleges koncert is szokott zajlani, és erre akartam rátérni, hogy mennyire különleges ez a mi orgonánk, hogy nyilvánvalóan, hát már még egy, sajnos egy pár év, talán két év, ugye, azt hiszem? Legjobb esetben 2-3 év, ez elhúzódhat akár tovább is, attól függ, hogy a belső felújítási munkálatok hogyan haladnak, ugyanis amíg belső munka van a templomban, tehát porra járó munka, addig nem lehet a hangszer visszaépítésére. És hát ugye a szerkezete az sajnos nagyon gyenge, egy toldozott, foltozott, gyakorlatilag kártyavárként ingó szerkezetről van szó,
ami hát úgy épült, hogy amikor erre anyagi lehetőségek jöttek, akkor hozzáépült mindig valami, de nem volt egy olyan átfogó koncepció, ami a hangszert generál módon áttekintetően föl tudta volna építeni. Te, mint szakember, művészember, ellátogatsz-e majd, vagy lesz-e lehetőséged olyan templomokba elmenni, főszékes egyházakba, ahol esetleg hasonló méretű orgonával tudsz majd akár gyakorolni, akár kicsit ugye visszaemlékezni erre az időszakra? Ezt hogy kell elképzelni? Ahogy a lehetőségeim, illetve meghívásaim engedik, igyekszem persze élni ezekkel az alkalmakkal. Fontos az, mint művésznek és mint egyházzenésznek is, hogy ne szakadjak el azért teljes mértékben ugye itt a sípos orgonán való játéktól, de egy kisebb hangszer is gyakorlás szempontjából megfelelő hátteret tud biztosítani. Hát kitartást neked leginkább, köszönjük. Meg nekünk is, és hát jó Isten adja, hogy minél hamarabb újra, akár egy kicsit megújva, vagy teljesen befejezve köszönthessük újra itt az orgonát a Főszékes Egyházban. Bízom benne, hogy mielőbb megújul ez a szép hangszer, és a hívek, az esztergomiak és a koncertre látogató közönség örömét fogja szolgálni. Köszönöm, Péter. Én is köszönöm a meghívást, és bízom benne, hogy mielőbb teljes fényében fog újra ez az orgona funkcionálni. Ez volt a Háttér. Ezen a héten legközelebb friss adással jövő héten jelentkezünk, de egy Háttér extra jön majd utánunk rögtön, ahol az 56-os eseményekről fogunk beszélgetni, és természetesen kimondottan itt az Esztergomban történt napokról is, történészekkel, valamint egy túlélővel is. Maradjanak velünk, már is folytatjuk. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.